Urbanisztika, 50 éves a nyári egyetem, a jubileumi előadások a településképről, a nagyberuházásokról és a történeti épületekről szólnak. Sárkányhajó. A csónakázótó ismét az evezősöktől volt hangos. A több kategóriában megrendezett jóhangulatú versenyen közel 800-an ragadtak lapátot. Kutyakiállítás. 2500 négylábú versengett a hétvégén. Ez a tenyésztők és kutyáik egyik legrangosabb versenye Magyarországon. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Megnyitotta kapuit a Szavárja Urbanisztikai Nyári Egyetem, amely idén fennállásának 50 éves jubileumát ünnepli. A hétfőtől csütörtökig tartó előadássorozat érinti többek között a településképek fontosságát, az ország szerte zajló nagy beruházásokat, és szó esik az Európa Kulturális Fővárosa 2023 című pályázatról is. A Szavárja Urbanisztikai Nyári Egyetemet 1968-ban hívták életre. Nagyszerűsége egyediségében rejlik, mondta köszöntőjében Puskás Tivadar polgármester, hiszen fél évszázados múltra visszatekintő civil szervezet által szervezett szabad egyetem nincs több az országban. Az idei fő téma a települések, településeknek az arculata lesz, a fejlesztések lesznek, azért is örülök. Külön, hogy Szombathely is Szombathelyen kerül megrendezésre, hiszen ebben a témában Szombathely sok mindent tud mondani. A jubileum alkalmából a polgármester elismerő emléklapot adott át a Szabad Egyetem egyik főszervezőjének, Simon Zoltánnak. A megyeháza ilyenkor az építészek, társadalomtudósok szellemi műhelyévé válik, mondta köszöntőjében Majtényi László, majd Hekenaszt János, Ybl-díjas építész, a Vas megyei közgyűlés elnöki érmével tüntette ki. Bízom benne, hogy a településben, az országban lesz annyi erő, belátás, és mondjam azt, hogy odafigyelés, hogy ezek a nyári egyetemek, igaz, hogy már rendkívüli módon megfogyatkozott létszámmal, de tovább élhessenek. A rendezvény első napján az érdeklődők előadásokat hallhattak a kormányzat törekvéseiről, terveiről a település és építésügy területén. Elszítettük a 1567-re 2015-ös kormányhatárlatot, amely már sokkal nagyobb fontossággal 53 pontban tételesen veszi végig az építésügyben. Itt is csak az első körben megváltoztatandó ügyeket. Szó esett továbbá az arculati kézikönyvről, amelyet minden önkormányzatnak még idén el kell készíteni a saját településére vonatkozóan. Ez egyebek mellett a településképet meghatározó jellemzőket és elvárásokat foglalja össze. Bartók idén 100 éves a fából faragott királyfi című táncjátéka zárta a Nemzetközi Bartók Fesztivál és Szeminárium program sorozatát szombaton. A hagyományokhoz híven ezúttal is a szeminárium növendékei vezényelték az előadást. Bartók egyik legismertebb műve a fából faragott királyfi bemutatójának 100. évfordulója előtt tisztelegtek a szervezők a Bartók Fesztivál záró koncertjén. Az idei fesztivál vezérmotívuma a tánc volt, így a koncerten a Bartók táncmű mellett Stravinsky Tavaszi áldozat című balettjének zenéje csendült fel a Szavária Szimfonikus Zenekar tolmácsolásában. Ezeket a műveket vezényelni, én vezényeltem őket többször is, illetve tanítani, ez hogy mondjam, hát ennél több igazából nem kell. Szóval, hogy olyan zseniknek a művével, zenével foglalkozni, mint a Bartók meg a Stravinsky, és ezen dolgozni valóban részletekben menően, és megpróbálni átadni ezt a tudást, amit az ember így a hosszú évek alatt megszerez, ez igazán egy kitüntető feladat, és én egyébként nagyon élvezem. A két művet a Bartók Szeminárium karmester kurzusának 9 növendéke vezényelte, akik egész héten készültek a feladatra. De ez a nehéz a karmesterségben, az ember otthon készül, megpróbálja elsajátítani az anyagot, elmélyülni a leírt információban, magáévá tenni, de hát végül is akkor válik ez valóság, amikor az ember a zenekar előtt áll, és valahogy ezt létre kell hozni, tehát a papírból egy hangzó anyag
formájába át kell önteni. A zenei élmény mellett a zeneművek története is megelevenedett. A fából faragott királyfi meséje homok animációval rajzolódott ki a közönség előtt. Hétvégén Szombathelyen tartották meg országos találkozójukat a képes levelező lapgyűjtők. A csereberélés mellett a gyűjtők előadást is hallhattak a nagy háború képes lapjairól. Emellett látványos kiállítás nyílt a gyűjtemények darabjairól a könyvtárban. A nagy háború idején a frontról hazaküldött képeslapok típusaival is megismerkedhettek az érdeklődők a képes levelező lapgyűjtők országos találkozóján. A képes levelező lap a nagy háború idején érte fénykorát. A 20. századnak egy népszerű kommunikációs eszköze volt, amelyet a háború idején speciális célokra a háború szolgálatába tudtak állítani. Az előadó bemutatta, hogy milyen szerepe volt a képeslapoknak a háborúban, illetve milyen lapokat jelentettek meg a katonák és a hátország számára ezekben az években. Az előadás után emléklapot kaptak azok, akik elhozták bemutatni gyűjteményük egy részét a nagy közönségnek, többféle tematikában látható képeslapok a kiállításon. Tompa Mihálytól kezdve életképekig eszünk-iszunk, Vasmegye települései, Árpád-kori templomok, tehát a elég széles a skála, ami itt most bemutatásra kerül, közel 40 négyzetméternyi területe. Nagyné Horváth Eszter több mint 70 ezer darabos gyűjteményéből válogatott, és Ragyog Cserkész Lilium címmel hozott el képeslapokat Szombathelyre. 110 ország cserkész egyenruhái, mellett a cserkész törvények, cserkész grafikák, és nagyon sokféle egyéb információk vannak a cserkész képeslapokon, úgyhogy ezeket állítottam ki. A kiállítás szeptember 2-ig látható a Berzsenyi könyvtárban. 5. alkalommal rendezték meg a Szombathelyi Sárkányhajó Fesztivált a Csónakázó tavon. A jó hangulatú versenyen közel 800-an ragadtak evezőlapátot. 2-3! A parton is fergeteges hangulatban készültek a sárkányhajós csapatok a versenyre. Közel 800 versenyző fog itt ezen a napon megmérkőzni egymással, gyakorlatilag 4 kupában a nap során, délelőtt az Open kupába, illetve a házi sárkányok kupájába, valamint délután a vegyes kupában és a maraton kupában fognak versenyezni. A tavalyi évhez képest kegyesebb volt az időjárás a versenyzőkkel, bár az időnként szemelkélő eső így is megnehezítette az evezősök dolgát. A szél miatt picit felkorbácsolja itt a hullámokat, szóval picit nehezebb volt most a pálya, de úgy éreztem, hogy mindenki beletett apait, anyait, szóval bízom benne, hogy jó időeredményt értünk el. A parton szép számú közönség jött össze, hogy buzdítsa a csapatokat. Én szerintem most jók leszünk, majd meglátjuk, még ugye a verseny elején vagyunk, de nagyon-nagyon szurkolunk. Te is szurkolsz? Szurkolsz a csapatnak? És kik a legjobbak? Az álkorosok. Az álkorosok a legjobbak, bizony. A korábbi évekhez hasonlóan idén is több nagy vállalat állított ki csapatot, hogy a sportban is összemérhessék tudásukat. Most már harmadik éve lesz az idei, hogy elindulunk. Az előző 2 évben 2 harmadik helyezést szereztünk. Azt gondolom, hogy az idei év jobb lesz. Talán előbbre tudunk lépni, úgy divízióban is, mint helyezésben is. Az eredménynél talán még fontosabb volt a közösségépítés, és persze az, hogy a csapatok jól érezzék magukat a rendezvényen. Majd 2004 lábú szállt ringbe hétvégén, hogy megméresse magát a 18. nemzetközi kutyakiállításon. Ez a tenyésztők és kutyáik egyik legrangosabb versenye Magyarországon. Kicsik és nagyok, elegánsak és mókamesterek. A nemzetközi találkozóra igazi egyéniségek érkeztek, hogy szépségüket és tudásukat megmutathassák. Jó kutya! Jó kutya! Adrien Szombathelyről nevezett leombergi kutyájával. Egy 8 hónapos leombergi kutyussal neveztem, ő még kölyök osztályba indul, nála ugye csak az, hogy ígéretes vagy nem ígéretes, úgyhogy ilyen gyakorlás szempontjából jöttünk ki egyet körülnézni. A versenyt az Óbervárti és a Szombathelyi Ebbtenyésztők Egyesülete közösen szervezi. A két fajta csoportba sorolt ebek szombaton az egyik, vasárnap a másik városban mutatkoztak be. Idén közel 2000 kutyával neveztek a versenyre a gazdáik. A fajták száma az jelentős, ezzel a közel 2000 kutyával,
olyan több mint 250 fajta került benevezésre. Az értő zsűri megadott szempontok szerint értékelte a négylábúakat. Minden fajtára vonatkozóan van egy standard előírás, tehát hogyan, milyen módon értékeljük a kutyát, mi a kívánatos típus. Ebben nagyon sok minden beletartozik, a kutya mérete, felépítése, fejtípusa és így tovább. Hát összességében egy ideálisnak vélt, vagy meghatározott standarddel hasonlítjuk össze a kutyát. A rangos kiállítás fontos a tenyésztőknek, hiszen sok gazdi származás alapján választja ki kedvencét, és egy jó eredményt elért kutya kölykei keresettebbek. Vereséggel kezdte a 2017-2018-as bajnokságot a szombathelyi Svitelszki Haladás labdarúgó csapata. Mészöly Géza együttese a címvédő Budapest Honvéd otthonában kapott ki 2-0 arányban. A lehető legnehezebb ellenfél otthonában, a bajnoki címvédő Budapest Honvéd stadionjában kezdte meg az új szezont a Haladás futballcsapata. A találkozó első fél órája kifejezetten gyenge játékot hozott, egyik kapu sem forgott komolyabb veszélyben. A 30. percben azonban váratlanul vezetést szerzett a fővárosi alakulat, Lanza Fámen jobbról érkező beadását a csereként beálló Bobál bólintotta király kapujába. A hazaiak a második félidő elején kis hián növelték erőnyüket, de Eppe fejese a kapufán csattant, a kipattanó labdát pedig Herjecki emelte király kezébe. Az utolsó előtti percben viszont Lanza Fámen már pontosan célzott, 18 méterről állította be a 2-0-as végeredményt. A Haladás gyakorlatilag nagyobb helyzet nélkül játszotta le a mérkőzést, így esélyük se volt a pontszerzésre. Mészöly Géza alakulata a pontvadászat második fordulójában a Debrecen csapatát fogadja majd Sopronban. A hajdúságiak szintén vereséggel kezdték a bajnokságot, a mezőköves csapatától kaptak ki 2-1-re a Nagyerdei stadionban. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!